Kácsor Gréta a heteseknek is köszönhetően a Debrecen legjobb góllövőjé közé tartozik. Meg is mozgatta rendesen Solberget. Ez a 43. találata az idén során. Kácsor. Szépen. Megmutatta fönt és a blokk mellett Dilje Solberg feje fölé. 4-3. Planéta. Kácsor emelkedik, még egy átlövés, még egy gól. 5-3. A Debrecen már harmadszor eredményes a távoli zónából. Egy Planéta, két Kácsor gól. Kácsor. Nagyon megy neki az első 10-12 percben. A negyedik gólja, 3 átlövés, 1 hetes. Kandratov érkezik az előző mérkőzésen. Kisvárda ellen elég csúnya homloklövés érte. Most sem tud segíteni, bár hozzáért. Kácsor már 5 gólos. És 8-6 a DVSC-nek. Az előző hetest viszont kihagyta. Ezt azonban nem. 13-13. A Kácsor Planéta Petrus 3-as 12 volt lőtt a 15-ből. Gyakorlatilag ő rajtuk áll, vagy bukik az eredményesség. Valószínűleg szükség lesz másra is. Ennek ellenére most Kácsor Gréta köszön be táborról. 17-16, ő már 7 gólos. 9 lövésből. Kácsor. 4 hetesből 3 gól, és 10 lövésből összesen 8. A mezőny legeredményesebbje egyenlét. Kosta. Kácsor. Kosta nem vitte be. Most viszont már lőni kell. Blokkról Kácsor. Elképesztő önbizalommal lő, és most már minden összejön neki. Rengeteg gólt szerez a távoli zónából, és már nem először a blokkból. Blokkról bepördülő labdával a Debrecen. Kácsor. Elvitte Solberg ujját is. A 9. gólja. Bocsánat, ez már a 10. volt. Innen jól fogjuk látni. Belenyúl, és talán a mutató, vagy a középső ujját elviszi Solbergnek.